Rajzfilmek figurái egy-egy jól megörökített és kinagyított pillanat, mindez néhol fanyal, groteszk, egyedi stílusban megjelenítve. Ezek jellemzik Szántó Krisztián grafikus és illusztrátor munkáit. A pécsi születésű, de jelenleg Szekszárdon élő alkotónak a bonyhádi Sojmár Imre városi könyvtárban nyílt kiállítása. Szántói Krisztián több mint 20 évvel ezelőtt, 1998-ban tartotta első önálló kiállítását. Akkor Budapesten mutatkozott be, majd ugyanebben az évben diplomázott a Magyar Iparművészeti Főiskola vizuális kommunikáció tanszékén. De a kezdetek iskolás korához kapcsolódnak, rajztanár édesapjának biztatásához. Korán ezzel is foglalkoztam, meg rávett apám, hogy ilyen rajzpályázatokon vegyek részt. De volt általános iskolában, ő tartott egy ilyen rajzszakkört, és azon nagyon sok mindent megtanultam már. Ilyen linómetszést, meg az összes ilyen fontosabb technikát lehetett gyakorolni. Csontvázat rajzoltam már, mert eleve így tudtam készülni Pécsre. Aztán föl is vettek így elsőre ötös szakra. Már alsós koromban is vettem részt pályázatokon sikerrel, meg egyéni pályázat. Általában a harmadik, vagy második hely. Így egy kicsit bosszantott, hogy soha nem nyertem meg a pályázatot, de általában sikeres volt ez a dolog. És hallottam, hogy Pécsen van ilyen művészeti képzés, úgyhogy nekem kedvem is volt Pécsre jelentkezni. Igazából grafika szakra szerettem volna, de ötös szakra vettek föl, de végül is nem bántam meg ezt a részét, hogy ez ilyen kétkezi barkácsolós dolgokat így megtanultam. De közben azért félszemmel mindig a grafikusokat is néztem, hogy miket csinálnak, és így irigyeltem is kicsit őket, hogy ők ülnek az asztalnál, és ilyen érdekes dolgokkal foglalkoznak, hogy illusztrálnak, meg lemezborítókat terveznek, meg bélyegeket, meg ilyesmit. Aztán persze később kiderült, hogy ez a romantikus része ennek a szakmának az így elmúlt, hogy manapság a számítógépes tervezés az nagyon száraz, szikár irányba mozdult el. Az ötös tanulmányok után az iparművészeti főiskolára jelentkeztem, és ott is szintén egyből felvettek, és ott eleve grafika szakra jelentkeztem. Én jobban ugye a kézi rajzolás felé mozdultam el, így az érdekelt jobban. Eleve ott a főiskolán két részre osztották szét a csoportot, így szerintem így a tapasztalat alapján is döntötték, hogy kinek milyen személyisége van, és a felé terelték, úgyhogy én eleve ebbe a könyvillusztrációs részbe választottak be, de volt egy másik csoport, ahol inkább az üzleti grafika, ez a mindennapos tervező grafikai irányba adtak feladatokat a hallgatóknak. Hát, ahova én kerültem, ott két ismert illusztrátor, a Felvidéki András meg a Kis István volt főleg, aki tanított minket, de még megemlíteném a Páfi Györgyet, aki szintén ismert, aki ilyen régi lemezeket ismeri, a lemezborítóit. Ő nagyon támogatta ezt a rajzolást. Úgyhogy tényleg ebben van egy kicsit ilyen lutri, hogy az ember milyen formában éppen aznap, hogy összejön-e a rajzolni való, vagy nem jön össze, vagy jól sikerül, vagy kevésbé sikerül. De hát ezt így felvállalom, hogy a hibákkal együtt, hogy éppen kifolyik a tus, vagy nem sikerül annyira egy fej, vagy egy mozdulat. Aztán valamikor meg nagyon jól összejön, úgyhogy hogy néha van egy ilyen kis hullámzás a dologban. Amúgy meg inkább az ilyen klasszikus technikákat szeretem, így a ceruzát, meg a tust, olajfestéket, temperát. Hát ugyanakkor a könyvillusztráció az egy alkalmazott műfaj, és sokszor rövid a határidő, és ezért úgy alakult, hogy használok számítógépet is, pláne a színezésnél használom.
ott a határidők miatt nem lehet mindig megengedni, hogy az ember hibázon, és akkor így géppel azért be lehet segíteni. Illusztrációit és saját munkáit kiállításokon is megmutatja. Egyedi stílusa festett kavicsokon és fabálbukon is megjelenik. Meg szerettem volna mutatni, hogy mennyi félét csinálok. Így ez így elég vegyes, vannak szinte 20 évvel ezelőtti kis firkák is kirakom, meg vannak elég friss dolgok is. Magyarországon most leginkább ebben jellemző az ilyen ifjúsági könyvkiadásban, hogy a mese vonalon vannak leginkább alkalmazva az illusztrátorok. Most van próbálkozás arra, hogy így jobban megragadják ezt az illusztrátor szakmát, és hogy felnőtt könyvekbe is egy kicsit visszahozzák ezt az illusztrációs vonalat. Az ember végül is, hogyha megtalálják, vagy felkerül, akkor én azt gondolom, hogy ki kell használni minden alkalmat, és meg kell mutatni, hogy mit tud az ember. Most jelenleg a Gyereklélek című magazinnak vagyok az állandó külsős munkatársa. Mindig egy-egy cikkhez így rajzolok, meg a címlapot megrajzolom. Hát jelenleg ez van, illetve a feleségem szokott ilyen meséket, novellákat írogatni, és szeretnénk ezt egy kicsit felfuttatni, majd szeretnék illusztrálni hozzá, és próbálkozunk kiadóknál vele. Illetve tavaly volt először Budapesten egy ilyen illusztráció, első Budapest illusztrációs fesztivál, ami pont ezt irányt próbálja fölkarolni, és oda is szeretnék majd megint dolgozni, vagy mindig van Bolognában egy ilyen illusztrációs könyvkiadós fesztivál, oda is szeretnék majd megint rajzolni, hát egyszer sikerült valamilyen jobb eredményt elérni. Szántói Krisztián kiállítása január végéig tekinthető meg a Bonyhádi Solymár Imre Városi Könyvtárban.